landart a belvárosban, és egy csillogó arany, amúgy fürdőruha anyagba csomagolt valami, és a Kincsem nevű csodaló, istállója egy helyen. A Reál Tanoda utcába tartunk, és ahová tartunk, az a Kincsem palota. Tehát abszolút a pesti belvárosban vagyunk, és ott is egy másik híres házban, az úgynevezett Ungerházban, ami a pesti belváros híres átjáróháza, valahol az Astoria, a Magyar utca és a Reál Tanoda utca között, és amiről még híres, hogy ez egy nagyon korai íbültervezés, az egyik első, illetve az első pesti bérházának a megvalósulása 1852-ből, és ami különösen ritka, hogy romantikus stílusban. Az építető Unger Henrik kereskedő volt, a család pedig a környék ingatlan birtokosa, mivel a nagyapa az épület helyén a városfalak melletti kovács műhelyt működtette. A Magyar utca neve sem véletlen, az itteni telkek és házak birtokosának a nevét, az ungereknek a nevét őrzi már magyarul. Unger Henrik elbontatta a műhelyt, és a helyén lévő két telekre épült fel az íbülház, a közben elbontott pesti városfal két oldalára. Két éve, hogyha az ember erre sétálta a belvárosban, akkor hirtelen négy ilyen ehhez hasonló aranyba csomagolt épületet fedezhetett fel, ebből kettő itt van a Reál Tanoda utcában. Ezt egy alpinista csoport csomagolta be, és az a különleges, egy fantasztikus ötlet alapján egyébként ebben az anyagban, hogy ez egy állítólag kínai fürdőruha anyag, ami egyszerre elasztikus, mosható, és ilyen szépen csillog a napon. És akkor a Kincsem palota. Vele kapcsolatban három megdöbbentő dolog is eszembe jut. Egyrészt, hogy milyen jó állapotban maradt meg, másrészt, hogy ennek ellenére azért mennyire lepusztították az elmúlt évtizedek, harmadrészt pedig, hogy mennyire nem tudtam róla semmit korábban. Elképesztő a története, de a sorsa is. Egyrészt a Kincsem csodaló gazdája építette magának, aztán évtizedekig a Kossuth Lajos utcai áruház, később az úttörő áruház raktára lett, az egykori kocsiszínből pedig lakások. Másrészt, mint egy időkapszulában megállt tereiben az idő, rengeteg eredeti részlet maradt meg, például Kincsem istálló épülete, benne még egy darabka eredeti jászol is volt. Az egyemeletes neoreneszánsz palotát a kiegyezés korának egy kisé különc gentlemanje, Blaskovics Ernő, a Tápió Szentmártoni ménes tulajdonosa rendelte magának. A tervezője pedig egy szintén feltörekvő építész volt, Bukovics Gyula, akinek több épületét is ismerhetjük. Többek között talán a leghíresebb az a Turai Schlossberger kastély, ami ma már egy luxusszállodává lett. Aztán az átalakuló, éppen szétvert állapotában lévő Agrárminisztérium a Kossuth téren, és a Kodály körödnek az egyik óriási tömbjét is, a Hübner udvar terveit is ő készítette. Az építési program igen rövid volt és egyszerű. Építessék, megjegyzendő, aránylag igen szűk telken, egy magányos főúr és sportsman számára egy minden megfelelő kényelemben berendezett lakás, és emellett az istállóra különös figyelem fordítandó, ez utóbbi márvánnyal, tölgyfával és asfalt burkolattal felszerelendő. Érdekes egyébként, hogy akkoriban már dübörgött a Mágnásfertály, tehát a Palota negyed, a Múzeumkörúton túli résznek, a palotáknak az építése, és a legtöbben ott vásároltak maguknak palotát, illetve lakhelyet. Blaskovics azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a régi városfalon belüli részen, a jóval drágább belüli részen vásároljon magának telket. Nyilván sokan látták a filmet is, Kincsen volt az a csodaló, a Hungarian Wonder, ami kancaként 1876 és 79 között mind az 54 versenyét megnyerte. A palota építésekor már híres volt, így nem véletlen, hogy az udvarban márványetetős istállót is építettek neki. Bár az európai versenytúrák között nyilván inkább a Tápió Szentmártoni vagy a Gödi Blaskovics birtokokon tartózkodott.
de az aglegény Blaskovics a kúriáján kívül az üzleti és társadalmi élet epicentrumában Pesten is fontos találkozókat tartott, és különféle illusztris vacsorák, társaságok töltötték meg a szűk telekre épült palazzóját. A Reál Tanoda utca 12 alatti palota Blaskovics Ernő halála után gondos és kevésbé gondos tulajdonosok kezébe került, de a díszes ajtók és lépcsőház, az üvegablakok, amik egyébként rót üvegablakok, és a selyem tapéták egy része az elegáns szalonnal máig megmaradt. Érdemes megnézni például ezt a társalgót, hogy ez mennyi régi és kevésbé régi emléket őriz. Rögtön az ajtón például látszik a névtábla, ugyanis ez, amikor már lakásokra osztották föl az épületet, akkor egy lakás volt, még a csengője is megvan. Ugyanakkor itt viszont az eredeti gyönyörű tapét a különböző változatban, füstösen, koszosan, bizonyos részeken nagyon szépen. A társalgóból nyílt Blaskovics Jenő dolgozója, könyvtárszobája, stúdiólója, bárminek is hívjuk, egyedi ablakokkal a belső udvarra, és egy még különlegesebb magán-WC-vel. Ez egy speciális belső udvar, és ha fölnézünk, akkor két ablakot, két szintet látunk magunk fölött, mert nagyjából a pince szinten vagyunk. Az alsó volt a kékszemű lédi, de a szeretőjének a lakosztálya, és fölül pedig a tulajdonosé, a grófé, kincsem gazdájáé, aki az ablakon keresztül etette a kutyáit. Részben talán felismerik, hogy megváltozott körülöttem ez a fogadótér, és a fellépőszettem is kicsit más az eső miatt. Közben eltelt 10 nap, hogy utoljára itt jártunk, és volt itt egy rendezvény is, ahol nyilvánosságra hozták, hogy a kincsemet hamarosan felújítják, és rendezvénytér, luxusszálló, közösségi tér lesz belőle. Blaskovics a Tápiószelei kúriáján kívül a pesti palotáját is az akkori üzleti és társadalmi networking központjaként képzelte el. Itt is fontos találkozókat tartott, és különféle vacsorák, illusztris társaságok töltötték meg a palazzóját. Ugyanennek a kevert részben a 19. századi szalon, kaszinó funkciónak a milliójét szeretnék most visszahozni a tulajdonosok, ahol a lakófunkció is ugyanúgy jelen lesz, de lehet tartani üzleti vagy akár művészeti esteket, italkóstolókat is. A kincsem egyébként már most is kincsem kultként működik, ami azt jelenti, hogy vállalati csapatépítéseket, kiállításokat, vacsorákat is rendeznek itt, és a filmesek is nagyon szeretik, számos külföldi és magyar filmet forgattak itt. Az épületet egyébként még 2022 elején vásárolta meg több másikkal a belvárosi palotamentő cég, az Optinvest. Ezeket a palotákat borította és borítja az a bizonyos csillogó arany fürdőruha csomagolás. És ők nem abban a konzervatív és konzerváló típusú műemléki ingatlan fejlesztésben gondolkodnak, méghozzá a Pixis Nautica építészhiroda fiataljaival szoros együttműködésben. A kincsem palotát ki is bővítik, de mindenki megnyugodhat nem ráépítéssel, hanem a majdnem kétszintes pincerendszer felhasználásával. Lesz itt méregzöld színekben pompázó bár, bortároló, kóstoló helység, és ide rejtik majd a gépészetet és a kiszolgáló egységeket. A bővítés pedig igazából a hátsó fertájra, az istálló körüli részekre koncentrálódik majd. A hajdani lovásszállás és a szénapadlás helyén lakosztályok, a leglátványosabb változtatás viszont az udvarnál lesz, amit egy fém üvegszerkezettel fednek le. Szóval minden a régi lesz, de valahogy mégsem maradnak a stukkok, marad ez az eredeti mintázatú tölgyfapadló, a rót, üvegablak, de egy abszolút kortárs térjön majd létre, hogyha nem sokára kész lesz.